Az építők támogatója, az építőanyagok forrása az Újházcentrum. Aztán nyugodtan mondhatom, hogy egy ilyen szép házba mindenki szeretne beköltözni, mindenkinek ott van az álmai között, előbb vagy utóbb. Lehet, hogy még a tőke is megvan hozzá, vagy tudunk hozzá hitelt igényelni, de van egy csomó olyan kérdés, ami gátolhat, ami visszatarthat minket. Például nem tudjuk, hogy magunk vágjuk-e bele, vagy kivitelezőt hívjunk-e hozzá, aztán biztos, hogy a megfelelő alapanyagot használjuk-e, mennyi idő alatt lesz kész. Mi az, amivel ti leggyakrabban találkoztok? Hát alapvetően ez mindig egy nehéz kérdés. A mostani helyzetben talán a kivitelezőt, hogyha meg tudjuk úgy fogadni, hogy teljes generál kivitelezésként ő fogja a kezében, és végigviszi a teljes szakipart, az nyilván szerencsés. A mostani nehéz helyzetben nagyon kevés az a kivitelező, aki egyáltalán munkát vállal rövid időre, viszont... Mert hogy annyira vészes a szakember hiány. Így van. Nagyon kevés most a jó szakember, illetve nagyon sok a munka, hál' Istennek. Pörög az építőipar egy pár éve, igen. Így van. Viszont az, hogyha valaki saját maga indítja el, azért ahhoz nagyon ügyesnek kell lenni, és nagyon jól meg kell állapítani, hogy akkor mi, hogy fog majd egymás után következni, tehát milyen ütemek vannak. Ma egy ilyet mondjuk nulláról mennyi idő alatt lehet felhúzni? Hát alapvetően egy ilyen családi ház, úgy kell számolni, hogy körülbelül egy év az intervallum, ami ugye, hogyha megvan a telek, onnantól elindítva a tervezés és végig a folyamatok, az körülbelül egy évet vesz igénybe. Itt milyen alapterületről beszélünk? Ez egyszintes, ugye? Igen, ez egy egyszintes, ez egy 120 négyzetméteres ház, egy ilyen 20 négyzetméteres garázsa. De ha nekem mégis van egy nagyon jó ácsom, egy nagyon jó kőművesem, egy nagyon jó burkolom, mindenből a legjobb, ráadásul rá is ér, tekintsük most egy ilyen ideális, nem létező állapotot, és azt mondom, hogy oké, én beszerzem éppen a munkafázisnak megfelelő alapanyagokat, akkor mi az, amire mindenképpen figyeljek? Hát alapvetően arra mindenféleképpen vigyázni kell, hogy ne essünk át arra, hogy ezt a beruházást ugye nagyon sok pénzért tudjuk megoldani, és az emberek itt megpróbálnak előbb-utóbb egy spórolást. Mi az arány egyébként a munkadíj és az alapanyag? Hát, ha 100-nak veszük az egészet. Mondjuk a 100-nak veszük, akkor ugye a munkadíj egy 25%-nak mondható, maga az anyag bekerülési költség a 75%-a. Tehát akkor nem mindegy, honnan szerzem meg is. Nyilván nem mindegy, viszont ugye arra ügyelnünk kell, hogy azért ez ne menjen a minőség rovására. Jó minőségű alapanyagokkal már hosszú évtizedekre tervezhetünk. Az építők támogatója, az építőanyagok forrása az Újházcentrum.